Hölgyeim és Uraim, tisztelt halasi polgárok! Második alkalommal köszöntöm Önöket rendhagyóan az interneten és a televízión keresztül Kiskunhalas város napja alkalmából nyilvános díszülés, elismerések, városnapi rendezvények, közösségi ünneplés nélkül. Ígérem, pótolni fogjuk. Az elmúlt közel másfél évben időszakos fellélegzésekkel a világban, hazánkban és Kiskunhalason is a koronavírus járvány elleni harc dominált. Minden, ami velünk történt a kór kitörése óta, árnyaltá vált a Covid okozta veszteségek, emberi, közösségi, családi tragédiák sora miatt. Tisztelt halasiak! Ma, a városnapján, a 276 éve bekövetkezett redemcióra, a jászkunok szabadság megváltására emlékezünk. Eközben ösztönösen az ünneplés, a sikerek, az elismerések, a közösségünk ereje, a közös céljaink további elérésének mikéntje és hasonlók törnek fel gondolatainkban. A hagyományok szerint ezekről szólna most is a beszédem. A szívem azonban most más diktál. Tisztelt kiskunhalasi polgárok! Mostanság egyre csak keressük a kapaszkodókat abban, hogyan dolgozzuk fel azt a mérhetetlen veszteséghalmazt, amit közösségünk elszenvedett. Keressük, hogyan lábaljunk ki abból a békjóból, amit az rendkívül agresszív, minden társadalmi réteget és korosztályt érintő, sokszor a hirtelen elmúlással végződő betegséghullám ránk terhelt. Ma kötelességünk emlékezni azokról, akiket tragikus hirtelenséggel elveszítettünk. Mára már szinte mindnyájunknak van hozzátartozója, közös ismerőse, munkatársa, akik a járvány miatt nem lehetnek közöttünk. Édesanyák, édesapák, nagymamák, nagypapák, testvérek, gyermekek, családok, munkaközösségek gyászolnak. Minden emberélet fontos, mert minden emberélet hozzátesz, értéket ad a közösségnek. Most érezzük csak igazán hiányukban, hogy mennyire egyé fortunk mindennapjainkban közösségünk valamennyi tagjával. Most, amikor nincsenek közöttünk. Most, amikor magunkra hagytak szeretteink, barátaink, munkatársaink vagy ismerőseink. Tisztelt kiskunhalasiak! Engedjék meg, hogy önkormányzatunk és a magam nevében őszinte együttérzésemet fejezzem ki minden halasi polgárnak, családnak, munkaközösségnek, akik gyászolnak. Őszinte részvétem és sok erőt kívánok az emberi tragédiák feldolgozásához. A magam és képviselőtársaim részéről az elhunytakra tisztelettel emlékezünk. Amiben tudunk és lehetőségünk van, segítségére leszünk a hozzátartozóknak. Hölgyeim és uraim, kedves halasiak! Az egészségünk, az életünk védelme érdekében majd másfél éve új, szokatlan, kényelmetlen, lélekölő életformát élünk. Ebben a sokszor személytelen közegben új, személyes kapcsolatok nélküli térben végezzük mindennapi feladatainkat. A szigorú szabályok, amelyeket a megelőzés, a túlélés érdekében meghoztunk és betartottunk, lelassították a vírus terjedését. Az év első hónapjainak nehéz időszaka megfordulni látszik. Ebben a magyar egészségügy szűkebb környezetünkben a kiskunhalasi Semmelweis kórház, a mobil járványkórház, a mentőszolgálat, a házi orvosi rendszer, a védőnők és az iskolaorvosok óriási szolgálatot tettek. Az ott dolgozó ápolók, orvosok, menedzsment, kiszolgáló és háttérszemélyzet gigászi munkát végeztek, példaértékűen teljesítettek. Ők a mi hőseink. Köszönjük, hálásan köszönjük és kérjük, tartsanak ki. Tisztelt halasiak! A járvány elleni küzdelmünknek még messze nem értünk a végére, de egyre reménykeltőbb képet mutatnak a járványügyi adatok. Részlegesen visszakaptunk ugyan a korábbi elveszett szabadságunkból, de további fegyelemre és biztonságra van szükségünk, hogy bővítsük a közösségi térnyerésünk lendületét. A fegyelmezett távolságtartás és a maszk használat mellett a leghatékonyabb védekezés a védőoltások felvétele. Ez utóbbiban vezető helyen áll hazánk európai, sőt világviszonylatban is. Nem másokkal, hanem
saját életünkért, a közösségünk létéért futunk versenyt a korral szemben. Ezt értsük meg, és ezt szem előtt tartva kérek mindenkit, hogy vegye fel a védőoltást minél előbb. Alasi polgárok, az egészségügy hőseinek helytállását nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanakkor elismerés illeti az élet minden területén munkát végző polgártársunkat. Legyen az közszolgálati, hivatali, gazdasági, termelői, vállalkozói, szolgáltatói, turisztikai szektor, oktatási vagy kulturális intézmény. Az élet nem állt meg, még ebben a rendkívüli élethelyzetben sem. Köszönöm a kitartásukat és munkájukat. Elismerésemet, köszönetemet fejezem ki az egyházaknak, hogy hitet, erőt, lelki gondozást adtak, adnak az embereknek e nehéz időkben is. Hölgyeim és uraim, kedves nézők, tisztelt hallgatóság! Ha személyesen nem is szembesültek vele, de a hírekből bizonyára értesültek arról, hogy Kiskunhalas fejlesztése töretlen. A tervezett beruházásainkat a járványtól terhelt időszakban is folytattuk. Projektjeink készültek el, új épületek emelkednek, újabb és újabb területeket, intézményeket fejlesztünk. Új utak kerülnek kiépítésre Kiskunhalason. Biztató fejlődés útján jár városunk. Sok feladat, sok munka vár ránk, amihez egészséges, tenni akaró emberek kellenek. Teszem, tesszük, amit képviselőinkkel és a városvezetéssel vállaltunk 2014 óta. Jól állunk, és hogy még jobban kiteljesedjék Kiskunhalas fejlődése, a redemcióhoz mérhető összefogásra van szükségünk. Tényleges összetartás kell az egészségünkért, ami az oltás felvételében teljesedhet ki. Adjunk mentális segítséget, ha kell fizikai támogatást egymásnak, hogy erősek legyünk az újjáéledés, a szabadságunk visszanyerésének fokozatos elérése során. Kedves alasi polgárok! Az igazi városi ünneplés az idén is várat magára. Az elismerések, a közösségi programok egy későbbi időben valósulnak meg. Úgy vélem, most a megértés, az együttérzés, az erőgyűjtés, a tetrekészé válás időszaka van. A szabadságunk bizonyos tereit megkaptuk. Akik tehetik, azok használják ki, de most is gondoljunk azokra, akik ezt egészségi állapotuk miatt nem tehetik meg. Aggódunk értük, és tudom, hogy világnézettől függően szorítunk, vagy Istenhez fohászkodunk gyógyulásuk érdekében. Várjuk őket vissza. Azzal várjuk, hogy közben jobbá tesszük, gondozzuk, ápoljuk, fejlesztjük világunknak azt a részét, ahol élünk, amit mindennél jobban szeretünk, Kiskunhalast és térségét. Hajrá Magyarország, hajrá Kiskunhalas!